Számunkra ma délután kezdődik a női kosárlabda Európa-bajnokság. Bulgária ellen játszunk 13:30-kor. A most látható felvételek még itt az elutazás előtt készültek a repülőtéren. Bakai Esztert láthatjuk, aki azóta sajnos megsérült a tegnapi edzésen, izomzúzódást szenvedett. Balog Judit pedig már korábban sérült volt. Neki részleges bokaszalag szakadása volt. Eszter itt még nagyon vidáman mosolyog. Reméljük, hogy mind a ketten játszani tudnak majd a mai mérkőzésen Tel Avivban. Ma kezdődik az atlétikai amerikai bajnokság, amely egyben válogató verseny is az augusztus végén rendezendő tokiói világbajnokságra. Érdekesség, hogy Carl Lewis biztosan indult távolban és 100-on, és lehet, hogy 200-on is. Azonban ennek a távnak az érdekessége, hogy Leroy Burrell és Michael Johnson világcsúcs kísérletet jelentett be 200-on. Ezen már 12 éves a világrekord, 19,72 másodperccel. És még egy érdekesség, hogy az amerikai bajnokságon indul Harry Butch Reynolds is 400 méteren. Őt dopingvédség miatt eltiltották a tavalyi Monte Carlo-i verseny után. Azt mondták, hogy azért oldották fel ezt a tilalmat Harry Butch Reynolds ellen, legalábbis állítólag ez a hír járja, mert a két doppinglelet nem ugyanattól az embertől származik, már pedig állítólag Harry Butch Reynolds csak egy van. Még mindig az Egyesült Államok a helyszín, Kirksville, ahol az elmúlt hétvége minden valószínűség szerint az év legzajosabb szombat-vasárnapja volt. Gyorsulási autóversenyt rendeztek idén már 27. alkalommal ebben a városban, és a érdekes autók kategóriája után örülnek a csokoládé és kekszesek. Mike Dunn nyerte ezt a kategóriát. Ez pedig az úgynevezett Top Fuel vagy teljes gáz kategória. Nagyon érdekesek ezek az autók. Speciálisan erre a versenyre építik őket. Az egyik versenyző elszáll, a másik pedig a kígyó becenévre hallgató Don Prudhomme nyeri ezt a kategóriát. Idén szeptemberben először rendeznek női labdarúgó világbajnokságot Kínában. Kínának talán az egyik fő próbája volt ez a mostani mérkőzés. Fehérmezben játszanak Japán ellen, méghozzá nagyon jól. Ez az Ázsia kupa döntője. Egy sikeres akció a sok közül, az első fél időben egy gólt lőttek, a másodikban négyet, így Kína 5-0-ra nyer, csak úgy, mint tavaly az Ázsia kupa döntőjében, akkor is szintén Japán ellen. Ismét az Egyesült Államok, Durango a helyszín, a folyót pedig